Indultam szép hazámból. Méltón ünnepelték meg a Pancsai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület fennállásának 75. évfordulóját. Sokszínű és színvonalas műsor várta a Pancsai Művelődési Központba ellátogató vendégeket. 7,5 évtizedes a Pancsai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesülete. Szeptember 25-én 18 órától a Pancsai Kultúrközpontban rendezték meg a Petőfi Magyar Művelődési Egyesület 75 éves jubileumának központi rendezvényét. Az ünnepi műsort a Pancsai Művelődési Központ előcsarnokában kiállítás előzte meg. A Pancsai Erős Mária Prima Primissima díjas népművész gyönyörű munkáit tekinthették meg a vendégek. Itt jelenleg a Székely Varottas kiállítás van, amit a mi őseink hoztak magukkal Bukovinából, és mi átvettük, ugye, hogy ne halljon ki a hagyomány, és a minták megvannak, újba vannak alkotva a 21. század igényei szerint. A Székely Varrottastról kell tudni, hogy szálán varrott, keresztszemes, fonott keresztszemes öltés, amit számolással viszünk át a vászonra. A színek azok a piros, a kék, meg a fekete, ez nem szabad változzon, mehet a piros, a kék, vagy a piros és a fekete külön. Vagy mindegyik szín önmagába. Itt jelenleg terítők vannak, párnak, meg falvédő, meg ilyen. Terítők vannak kirakva. Ez a kiállítás egy igazán szép ünnepséghez kapcsolódik, hiszen a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület 75 éves születésnapját ünnepli. Mit jelent ön számára az egyesület? Igen, tagja vagyok én a Petőfi Sándor Egyesületnek, a kórusban is énekelek, ezt meg hobbi szinten csinálom. Kiállításokra vittem, a Mirkre például, ami jó eredményt ért el. Mindegyik kézimunkám nívódíjas vagy első helyet kapott. Pontosnak tartja a hagyományok megőrzését és átadását. A fiatalok mennyire érdekeltek a kézimunkák iránt, kézimunkázás iránt? Így, amikor lássák, akkor igenis érdeklődnek, tetszik nekik, de én őket megértem, nincs rá idejük, meg türelmük sincsen, és hogyha nem csinál ilyen nagyba, akkor nem tudnám, hogy mit kezdjen vele. Esetleg egy párnát, vagy mit tudom én, azt könnyebben megcsinálja, de így nagy, ilyen nagy munkát nem tud vállalni, az biztos. Azért reménykedünk, hogy a hagyományokat megőrizzük és továbbadjuk. A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületnek mit kíván így a születésnapi alkalmából? Nyilván vannak tervek is. Hát igen, tervünk az mindig van, és kívánom, hogy még sokáig fennmaradjon a Petőfi Sándor Egyesület, és jöjjenek a fiatalok, akik ezt mind tovább tudják vinni.